Április 25-én a komáromi napok részeként ismét megrendezték a Klapka kupáért zajló hagyományos nemzetközi lövőversenyt. A Royal Sportlövőklub lőterén 130-an versenyeztek történelmi elöltöltős fegyvereikkel a jubileumi 20. versenyen. Petr Klapka és lánya Petra, a neves tábornok leszármazottai, ismét eljöttek Prágából, és nem csupán vendégségbe, ők is a lővonalra álltak. A csehországi, magyarországi és hazai versenyzőknek kedvezett az időjárás, 25 és 50 méter távolságra elhelyezett lőlapokra tüzeltek, 13 lövést adtak le. A verseny végén az egyes versenyszámok győztesei szép díjakat vehettek át, köztük több komáromi is. Az eredménylistát a tvkomarno.sk honlapon tesszük közzé. 20 évvel ezelőtt az egykori harcsási, katonai lőtéren indult útjára ez a rangos verseny. Ennek tiszteletére emlékpakettet nyújtottak át minden egyes lövészbarátnak és segítőnek, melyet a Royal Sportlövőklub adományozott. A szervezők így mondtak köszönetet azért, hogy életre kelhetett ez a családias, jó hangulatú, nemzetközi verseny.